a Batman vs. Superman az igazság hajnala című film sajtó vetítésére, és az ideérkező celebeket arról fogjuk faggatni majd, hogy vajon Superman-e vagy Batman-e a menőbb, illetve hogy a DC vagy a Marvel univerzumból válaszolnak-e maguknak kedvencet. Lássuk, mit válaszoltak. Superman vagy Batman? Batman! Batman. Tényleg. De inkább hát. Látom, hogy Batman párti vagy, miért nem Superman? Igazából valahogy jobban szimpatizálok Batmannel, rajta nőttem fel, és úgy mindig vonzott az erő, amit sugároz magából, meg az, hogy nem lehet látni az arcát. És amikor mondjuk kicsi voltam, akkor is volt el, hogy Batmannek öltöztem be. Mind a kettő nagyon kedvencem. Azon szoktunk a haverjam örögni, hogy van egy kedves barátom, a Touré Menedzsen, aki vallja és hiszi, hogy ő maga Batman, úgyhogy nekem a Superman maradt igazából ezek után. Szerintem inkább a Batman. Miért pont ő? Mert jobban szeretem így a karakterét, meg a fejlődés történetét, nekem egy izgalmasabb figura. Superman. Batman. Akkor ezt most meccseljétek le. Már lemeccseltük. Marvel. Vagy DC. Is, attól függ, hogy miről szól. Ki a kedvenc Marvel hősöd? Hú, ez jó kérdés. Amerika kapitány. Marvel. És a Marvelből ki a kedvenc? Hát én nagyon megszerettem a hangya embert, akit úgy hívnak, hogy hangya boy, de én hangya embernek hívom. Hulk, Marvel Hulk. Vagy DC? Nem tudom. Marvel Hulk. Mindenkedőt szeretem, tehát tényleg nagyon nagy moziba járó vagyok, például minden héten legalább egyszer járok moziba. Eljövök, már csak a milliója, a levegője, az átszellemülés miatt is. Marvel. De miért? Mert imádom a vasember. De nekem a Marvel az egy régi szerelmem, tehát én nagyon sokat dolgoztam velük. Tehát szerintem az a kartonjaik azok nagyon érdekesek. Melyik univerzumban vannak a legjobb csajok? Marvel! Marvel! És de Batman vagányok, elég, ha csak ott megnézzük szerintem. Jó, tényleg jobb a kocsia. Batmobil, nincs egy szupermobil, meg ilyenek. Batmobil, a kis fegyverei, szerintem vagány. Superman vagy Batman lenne inkább? Mind a kettő együtt, mint ez a film. Akkor mindent megnyersz. És mit nyerne akkor? Az egész világot? Hát gondolom, majd megnézzük a filmet és meglátom.